Tombol az asszály, vízágyúzzák a kukoricaültetvényt. Az öntözés nem csak a gazdáknak jelent ilyenkor több erőfeszítést, a háztáji és a díszkert növényei is megsínlik a rendkívüli hőséget. Az aszályos időszakokra érdemes a szakember szerint már tavasz elején felkészíteni a kertet. Ritkában, de nagyobb vízmennyiséggel locsolunk, akár ez két-három naponta is, de egy nagyobb vízmennyiség kiutatásával a gyökérzónát lejjebb tudjuk tolni bármilyen növény esetében. Ezáltal egy picit a nagykánikula vagy akár a nyaralás általi öntözetlen időszakot könnyebben át tudná viselni a növény. Ebben a kertészetben a növények 80%-át automata rendszerrel öntözik. A maradék 20% kézi igényel, ráadásul mivel cserepes növényekről van szó, ezért ezt naponta kétszer is megismétlik. Arra pedig figyelnek, hogy az öntözés a kora reggeli és kora esti órákban történjen. A ház körüli haszon- vagy dísznövények esetében is ezek az idősávok javasoltak. Legjobb azonban, ha a hajnali locsolás mellett döntünk. Mind a haszon növényekről, mind a akár a veteményekről, kultúrnövényekről, meg kell próbálnunk minél korábban öntözni, tehát a hajnali órákban. Pont azért, mert hogy még akkor sokkal kevesebb a párolgásunk, mint a későbbi időszakban. Ha véletlenül nem tudunk meglocsolni a kora reggeli órákban, akkor inkább a késő esti órákat próbáljuk preferálni. Napközben, ha lehetséges, akkor inkább kerüljük az öntözést. Az esti óráknak a Öntözési problémája talán az lehet, hogy mivel hogy Este sem csökken le a levegőhőmérséklete, ezért sokkal nagyobb a fertőzés, a gombafertőzés okozta probléma a késő esti öntözések hatására. A tapasztalat az, hogy a párás, aszályos időben még az arra kevésbé hajlamos növények is könnyen elkaphatják a gombafertőzést. Az öntözés mellett a tápanyagellátásra is érdemes figyelni. A nyári időszakokban általában a kálium és a foszfor túlsúlyos műtrágyákat szoktuk javasolni. A nitrogén tartalmú műtrágyáknak ugye az a problémája, hogy az hajtásnövekedés generál. Ebben a nagy melegben nem biztos, hogy az a fő célunk bármilyen növény esetében is, hogy egy óriási növekedést érjünk el nála, hanem inkább arra, hogy megerősödjön a gyökere, felkészüljön esetleg a későbbi kánikulára is, vagy ha mondjuk elmegyünk nyaralni, és nincs senki, aki meglocsolja a növényeket, akkor ezeket az időszakokat azért könnyebben túl tudja élni, hogyha a gyökérzónája lejjebb van, mint hogyha egy mindennapos locsolás esetében magasan tartjuk a gyökérzónát. A száraz időszakot is jól tűrik az úgynevezett biodiverz kertek. Ebben kulcsfontosságú az élőlények sokfélesége és az élőhelyek változatossága. Ezek a kertek nem csak látványosak, hanem olyan természetes ökoszisztémát alkotnak, melyek segítik az esővíz megtartását és az esővíz elvezetését, csökkentve ezzel a vízszükségletet és a víz eróziós hatásait.